Sziasztok! Mi mással is folytathatnám, mint a Mini 4 Pro első repülésével. Remélem, hogy a hang az jó lesz, mert hogy hát ilyen is van, kijöttem forgatni, és a DJI mikemet otthon hagytam, úgyhogy újra egy szőrmókkal a kamera tetején vagyok, de majd valahogy megoldom. Na, szóval nézegettem itt ugye a fórumokon, meg a kommenteket, ugye, amiket írtatok a videó alá, és rengeteg kérdés van, illetve hát a világon nagyon kicsit megosztotta a közösséget ez a Mini 4 Pro, mert hogy ugye mi az, ami ugye fontos, vagyis hát, hogy sokan vártunk rá. Ugye ez nem más, mint ugye a C0-ás minősítés, és ugye ezt már említettem annó a Megszívjátok a Minisek című videóban, hogy nem kár örvendésnek szántam, de ugye sokan szeretik a mini kategóriát, és megmondom, hogy bevallom őszintén, ugye köztük én is, tehát hogyha nyaralni megyek, ugye Horvátországba is mindig valami mini típusú gépet vittem, és hát ugye én is szeretném azt, hogyha ennek a legalizálása úgymond megtörténne. Ugye eddig a Mini 2 SE volt az egyetlen olyan legális mini kategóriájú drón, amit 2024 után, mármint január 1-e után is, lakott területen belül open kategóriába lehet használni. Ez nagyon fontos dolog, hogy open kategóriába, tehát akár a kattingatos osztrák vizsgával lehetett reptetni, vagyis most már lehet reptetni a Mini 2 SE-t, mert hogy ott benne van a használati utasításba, ugye amit annó mutattam, hogy az M tomja 250 g alatt van. És ugyan a többi mininek, tehát a Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro-nak ilyenje nincs. És most ugye megjelent a Mini 4 Pro. Azt tudtuk, hogy ez most meg fog jelenni, ezt valahogy a DJI-nak legalizálnia kell. Vagy úgy, hogy beleírja, hogy az M-tomja 250 g alatt van, ami talán egy egyszerűbb megoldás lett volna, de nem. Ehelyett a DJI meghozta a világ legelső C0-ás drónját. Viszont a C0-nak mi a hátránya? Az az, hogy a C0-ás drónokat az Európai Unió, és fontos, hogy az Európai Unió, nem a DJI-nak a hülyesége, ő arra kötelezi a gyártókat, hogy amin rajta van itt alul, vagy bárhol, hogy C0, az ne mehessen magasabbra, mint 120 méter. Úgyhogy ebbe, és ebbe a távirányítóba már nem tudom állítani azt, hogy mi a maximális magasság, csak RTH-t fogok tudni állítani, de majd ezt mindjárt megmutatom nektek. És nézegettem a DJI Official ilyen Facebook csoportot, és rengetegen írták, hogy ez mi, tehát hogy nem csak Magyarországon, hanem úgy egész Európában nincsenek tisztában sem az emberek, sem a jogszabályalkotók, hogy mit is jelent egy C0. Mert ha erre azt mondta volna a DJI, hogy beleírta volna a használati utasításába, hogy az M-tomja 250 g alatt van, akkor ugyan open kategóriában amúgy is 120 méter a legális határ, amit amíg repülhetünk, de gyakorlatilag nem kellett volna lekorlátozni a gépet. És ugye mi adnak a hátránya, hogy 120 méter, és most nyilván nem azt mondom, hogy hagyjuk a jogi részt, de ugye például ugye nagyon vlogger, ilyen utazós vlogger drónnak szánták ezt, ugye ezt én is mondtam, és amúgy tök jó, de bizonyos területeken, tehát külföldi országokba, hegyekbe a 120 méter az nagyon kevés lesz. És láttam, hogy többen kérdeztétek, hogy honnan számolja a 120 métert. Nos, a 120 métert a felszállási ponttól. Tehát ha én most ezt ide letenném, és egy völgybe vagy egy hegybe vagyok, és elindulok fölfele szépen követ, vagy éppen repülök, 120 méternél meg fog állni. Tehát nem az alsó szenzor, az azt hiszem, hogy az infrás meg a kamera az ilyen 8 és 10 valahány méterig működik. Tehát nem fogja a talajt követni 120 méterig és úgy menni. Erre csak az Enterprise gépek képesek, azt tudtátok amúgy? A Mavic 3-ak például valós időben a kamera alapján képes a domborzatot követni, és úgy csinál 2D-s modelleket, majd egyszer megmutatom ezt is. Na mindegy. Szóval a felszállási ponttól nézi a 120 métert, de kapcsoljuk be és nézzük, hogy mik azok a kérdések, amikre még nem kaptatok választ. Be is kapcsoltam a gépet meg a távirányítót, és ugye láttam sok kérdést, hogy a távirányító kompatibilis-e visszafele. Nos, jelenleg, mikor ezt a videót nézitek, mármint, hogy nem biztos, hogy amikor nézitek, szóval amikor publikálom ezt a videót, akkor még nem. Ugye valószínűleg ugye sokakhoz majd később fog eljutni, és addigra már lehet, hogy érkezik egy szoftver frissítés, de amit tudni kell, ugye a Mini 4 Pro, illetve az R3, ez már OcuSync 4-et használ, ugye a Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2 és a hasonlók, azok még csak OcuSync 3-at, illetve OcuSync 2-t. Ugye ez nem hardware, hanem ez csak szoftver, szóval gyakorlatilag a gyártónak csak egy programozás lenne, és megoldható lenne az, hogy ez akár többi modellel is működjön, hogy ezt akarják-e vagy sem, az egy jó kérdés. Bár megmondom őszintén, ez a távirányító ugye baromira szimpatikus, már van benne egy picike ventilátor, van benne beépített belső memória, amire még most már tudom rögzíteni a screen recordot, de ennyi, illetve van két plusz antenna,
tudom, láttam, írtátok egy pára még mindig, hogy néha antennának mondom. Nem igaz, antennának mondom, csak néha rosszul halljátok. Szóval ugye van két extra antennánk, amivel jobb a jelátvitel, bár úgy hivatalosan open kategóriában V-Loss-ba repülünk, de az Okusink 4-re képzeljétek, azt mondják, hogy 20 km-es hatótáv. 20 km egy ilyen pici géppel. Na, majd egyszer talán, hát ha lesz rá jogilag lehetőségem, hogy ezt megmutassam nektek. Na de, nézzük, hogy miben változott. Ugye maga ugyanúgy a Fly applikáció van, 81%-os az akkumulátorom, kicsit már lebegtem vele, RC-m tökéletes, 28 műholdam van, és ne ijedjetek meg, hogy a Földön pirosnak mutatja a szenzorokat, ez azért van, mert hogy amíg nem emelkedtek a levegőbe, kikapcsolja, hogy ne fogyassza az energiát, illetve a processzort se, mert mint ugye tudjátok, ebben ugye nincsen ventilátor, úgyhogy gyorsan fel is szállok, hogy ne melegedjen túl, bár még korán reggel van, de... és már csipog is mindenhova a 360 fokos szenzor. És már nem is tudom közelebb hozni magunkhoz, úgyhogy sportmód, abba hagyja a csipogást. És íme a Mini 4 Pro első lebegése, megpróbálom belőni veled a kamerát, így van. Remélem a mikrofon jó átviszi, mert amúgy egy viszonylag csendes gépről beszélünk. Picit lengedezik a szél, ez látszik is rajta, na de... visszakapcsolom sportmód, vagyis normál módba. Láthatjátok, hogy nem raktam bele memóriakártyát, de van benne kemény 2 GB belső memória. Hogy ez minek? Az egy jó kérdés. Erre jelenleg, ugye nyilván már nem üres, 16 darab fénykép fér jelenleg. Na, nézzük a beállításokat, ugye, amit említettem. Ugye a safety-nél van ugyanúgy, mint a többinél, hogy bypass, hogy kikerülje az akadályokat, hogy fékezzem. Ennek a rendszernek van egy normál, vagy egy, hát hogy is mondjam, extrémebb verziója. Engedi, hogy megmutassam ugye a radart. Az Advanced RTH-nak ugyanúgy megvan a két beállítása, mint eddig, hogy optimális, vagy a prizit. Ugye az optimálisnál, ahogy már jön haza, szépen elkezdi majd süllyedni, hogy ne itkeljen a fejünk fölött. És amint láthatjátok, ugye nincsen maximális magasság, csak auto RTH altitude van, ugye ami 120 méter, ennyi. Nincsen benne semmi más, ugye itt van alatta még az AR settings, mert hogy ez is megkapta az R3-nak az újdonságát, tehát ugye ez a AR-ben mutatni fogja majd a hazafelé az utat, ugye amikor jön hazafele a home pointot és a drónnak magának az árnyékát is látni lehet majd ugye a videón, de ez ugye csak akkor van, amikor már landol, és hát ugyan a csúszka megmaradt, tehát itt van, hogy max altitude, de nincs, tehát hogy 120 méter nem tudom fentebb állítani, van egy maximális távolságom, amit szintén tudok korlátozni, kompaszt tudok kalibrálni, immut tudok kalibrálni, és ugye van belőle alul ugye egy LED, amit mutattam. Itt ugyanúgy vagy magától kapcsolja szürkületkor, vagy sötétedéskor, vagy én is tudom be, illetve kikapcsolni. Ugyanúgy tudok unlockolni geozónákat, és minden egyéb dolog. A kontrollnál, ugye, amit mondtam, ugye az, hogy én a kilométer per órát szeretem, be lehet kapcsolni ezt, hogy magától felismerje úgymond az embert, vagy az autó. Focus tracking settingsnél pedig ugye van benne a 360 fokos követő rendszer, hogy amikor megyünk, képes lesz majd rajtunk így körbe menni, ezt majd egy külön videóban meg fogom mutatni. Ennek vannak még itt beállításai, két karika van, de ezt majd tényleg egy külön videóban megmutatom nektek. Kamera motionnél van normál, illetve gyors. És ami ugye érdekel bennünket, hogy a kamera kapott extra funkciókat. Ugye formátumban fotónál van JPEG, RAW, illetve JPEG plusz RAW, van 4:3-as, illetve 16:9-es felbontás, van 12 megapixel, illetve 48 megapixel, be lehet kapcsolni itt a rácsokat, meg a fókuszt, meg a kiégés jelölést, meg white balance-ot, és ahogy említettem, ugye 2 GB belső memória, hogy ezeket minek teszi bele a gyártó, hogy a többi eddig 8 volt. Hogy ebbe most minek tett kettőt, ez egy nagyon jó kérdés. Éppen mondanám azt, hogy ez így nagyjából 4K-ban egy 2,5 percnyi videó, tehát nem azt mondom, hogy megmenti az életemet, de több, mint a semmi, hogy esetleg bármi baj van. Illetve transmissionnél ugye nem tudunk mit állítani, a leírásban pedig csak ugye a verziószámok és az egyéb dolgok vannak. Viszont ugye, ha én átállítom videóba,
akkor ugye a beállításoknál mindjárt más lesz, ugye itt kapott egy-két újdonságot, hogy megkapta úgymond a nagyok színvilágát, ugye láthatjuk, hogy van kolorban normál, HLG és D-Log M, van H264-ünk és H265-ünk, ugye ez a tömörítés, ugyanúgy anti-flicker, peaking, és gyakorlatilag van ugye style, és nagyjából ennyi. Ami újdonság ugye, hogy 10 biten meg HDR videó, illetve van benne egy ilyen night videó, azt majd megpróbálom nektek valahogy éjszaka megmutatni, és van egy slow motionünk, ami pedig ha átvált, akkor 4K-ban 100 FPS, ami azért valójában őszintén az már nem rossz, de nekünk most ugye erre nyilván nincsen szükségünk, úgyhogy felemelkedek open kategóriában, ugye várjatok, indítok közben nektek egy videót, de csak egy normál videót, nem akarok itt slow-mót csinálni. Ugye láthatjátok, 2 perc 11 másodperc fél arra a benne lévő, még hátra lévő memóriába. Hát itt kora reggel van, napsütéssel szemben, de bőven jó lesz arra, hogy meglássátok, hogy milyen videót lehet vele készíteni, egy kicsit így körbefordulok. Hát egy kicsit ilyen ködös, párás reggelünk van. Jó, van itt ugye egy vertikális videókészítés, ugye Instagramra, meg TikTokra. Ebből is csinálok nektek egy kicsit, hogy lássátok, hogy milyen minőség, illetve hogy mit lehet belőle majd kihozni. Jó, mert hogy ugye ezeket a videókat fel fogom tölteni ugye Google Drive-ra, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásba, ugyanúgy, ahogy például az akciós kódot a myactioncam.hu-hoz. Na, azt mondja, hogy fotóban, most ugye 48 megapixeles fotó van, úgyhogy nyomok egy ilyen állót. Ugye a távirányító alsó gombjával vissza tudom állítani úgymond a portré módot fekvőbe, úgyhogy így is nyomok egy JPEG plusz RAW-t 48 megapixelen, és hogy ne csak nappal szemben, nyomok egyet itt is. Így azért sokkal másabb lesz, csak azért ugye, hogy tudjatok vele játszani. Még egyet, láthatjátok már, hogy csökken a fotóm száma. Tehát ez a 2 GB, ez tényleg pontosan erre lesz elég. Ezen kívül ugye nyilván benne van még ugye a master shot-ok, ugye amikor önmagától csinál rólunk valamit. Azt is megmutatom majd, a quick shot, hyperlapse, illetve a panoráma is, de ezekben semmilyen újdonság nem történt. Van egy 360 fokos panoráma, hát ha már itt vagyunk, akkor emelkedjünk föl az open kategória legális határára, ugye az a 120 méter, nem is kell vele törődnünk, mert hogy mindjárt meg fogod állni. Max altitude reached. Ennyi. Tehát, hogy így nem lehet rosszat vele csinálni. Na, nyomjunk egy 360 fokos panorámát. Ezt majd feltöltöm nektek a nyers fájlokat is, meg egyben is majd a Google Drive-ra, hogy meg tudjátok nézni. Kirakom a Drone Hungary társalgó csoportba. Ott oda még azért szoktam néha posztolgatni. Úgyhogy, hát nagyjából ugye 32 műholdat szedett össze, a repülési időnk az ugye 30x perc lesz, ugye 34-et ír a gyártó, hogyha folyamatosan közlekedünk és nem lebegünk. Nyilván ez nekem még az első töltése az aksinak, úgyhogy ezzel még így nagyon korán vagyunk. Ha már aksi, ugye párra láttam, kérdeztétek, hogy kompatibilis-e a Mini 3-nak az akkumulátorával. Nos, azt kell mondanom, hogy igen, tehát hogy egy icike-picike milliamper eltérés van talán, de az nem is számít. Meg is csinálta a panorámát, azt mondja, hogy szépen látszik innen fentről, és hogy mi is ugye ez az Advance RTH, ahhoz átkapcsolom egy kicsit sportmódba, hogy haladjunk. 45, 48, 50, 54 km per óra, 55 km per óra, 56, hát ugye a kisgépekhez képest ez egész jó, ez az 50, 57 km per óra. Na, elmentünk 300 méterre, és akkor nyomjunk neki egy return to home-ot, ugye? Megkérdezi, hogy amikor megnyomom a gombot a távirányítón, hogy leszálljon vagy hazajön, hát nekem leszálljon lesz, szóval jöjjön haza, és megfordul, és ugyanúgy látni kell, megjelenik a zöld csík, ugye, mint az Mavic 3, meg most már az R3 is megkapta ezt az extra funkciót. Ugye a Mavic 3-as sorozatban még itt ugye az alsó
kis sarokba, ugye ott extra funkcióként megkapta azt, hogy a kamerát, az akadályérzékelő szenzoroknak a képét lehessen nézni, az egy nagyon nagy feature. Hát ez a kis pici gép nem, és láthatjátok, hogy most már közeledik, és neki is áll csökkenteni a magasságot 120 méterről, hogy ne itt a fejem fölött kelljen függőlegesen leereszkednie. Ez egy tök jó dolog, 40 méterre van tőlem, és már a fél magasságát lecsökkentette. Hát kíváncsi vagyok, hogy le fog-e szállni, vagy hisztizni fog a szenzorok miatt, mert hogy ugye innen mellőlem szálltam föl, látszik ott a kis virtuális H betű. Hát nem tudom, hogy most mennyire fog látszani a screen recordon, de ugye elvileg ott van valahol a drón árnyéka is. Aha, ott van. Hát most ez egy RTH teszt, nézzük, hogy le fog-e szállni oda vagy sem. Hát ez egy kicsit közelebb jött. Úgyhogy arrébb megyek. Szenzorok hisztiznek, csipognak. És a fű meg is fogta a motorját, úgyhogy ki is írt, hogy a motor nem tud forogni. És hogy ellenőrizzem, illetve vendítsam, újra kikapcsolom, mert ugye nincsen benne ventilátor. Na, hát ez lett volna az első repülése a Mini 4 Pro-nak, ugye tényleg nagyon megoszlanak a vélemények, hogy ez a 120 méter akasztott ki nagyon sok mindenkit. Nyilván láttam, írtátok, hogy szoftverről beszélünk, tehát tudjuk, hogy előbb-utóbb bármit meg lehet oldani, ugye a no-fly zónákra is vannak különböző oldalon hackek. Nyilván valószínűleg egyszer majd erre is lesz, de ami nagyon fontos, hogyha ezt most már valaki megveszi, vagy éppen kibéli ugye a MyAction Camp-ből, akkor 2024. január 1-e után egy A1, A3-as jogosítványa a lakott területen belül lehet vele repülni. Nyilván Magyarországon még az extra engedélyekre, tehát eseti légtér, stb. Szükség van. Más országokban ez ugye nem mindenhol van így. Viszont ugye a 250 g alatti gépeknek ugye a előnye, hogy például ugye a hobbi kategóriában, tehát erre mondjuk, amit most itt csinálok, erre ugye nem kell biztosítás. Csak akkor, ha dolgozni akartok vele. Nem kell rá az A2-es jogosítvány, tehát egy csomó olyan könnyebb vagy egyszerűbb megoldás van, mint mondjuk a többi géppel. Nyilván, ha valakinek ez kevés, akkor a DJI részéről ott van az R3, ami ugye C1-es minősítés és kicsit nagyobb gép, ugye az 720 g, többet repül, ugyanúgy 360 fokos kamera szenzorok, a kamera az ugye hasonló hozzá. Szóval a DJI meghúzta, gyakorlatilag az összes kategóriában van minősített vagy legális gépe. Sajnos a többi gyártó még ezt nem csinálta meg. Remélem, hogy még a hátralévőben igen, és azokról is be fogok tudni majd számolni nektek. Ne felejtsetek el feliratkozni, nézzétek meg a kuponkódot, nézzétek a shorts videókat, és hamarosan jövök a következővel. Sziasztok!